Sziasztok, Fandenbos Szidni vagyok, itt vagyunk a Joy magazin legfrissebb szemének a fotózásán, ahol Pohorelli Betty fog bemutatni a legfrissebb sminktrendeket rajtam, úgyhogy lássuk, mik az idei sminktrendek. A Szidinek alapvetően szép bőrképe van, de azért közelebbről megnézzük, akkor van egy-egy kis bőrhibája, úgyhogy igazából nagyon szép arcformája van és szemformája, ezeket szoktam kiemelni. Tulajdonképpen egy igazi Jolly Joker modell, mert nagyon sok minden jól áll neki, a natúr színektől a színesebbekig, formákban szinte végtelen a lehetőség az arcán, úgyhogy nagyon szeretem sminkelni, és egy könnyű esetnek mondható úgy. Őszintén bevallom, hogy a sminktrendeket ritkán szoktam követni, annak a híve vagyok, hogy tudom azt, hogy számomra mi áll jól, mi az, amit szeretek magamon, és hiába a fényes lookok, a divatok, én valamiért nem szeretem, hogyha például fényes az arcom. Egy-egy fotózáson egyébként, ha szépen vagyunk megvilágítva, jó a fotós, jó a sminkes, akkor nagyon jól tud mutatni, de én a hétköznapokon nehezen tudom magamnak elkészíteni az igazi ilyen vett, vagy egy kicsikét ilyen köztes lookot, úgyhogy én a matte finishnek vagyok úgymond a nagykövete, ami ugyan nem divat, de én ezt szeretem magamon. A 2021-es trendek az újfent a natúr természetes bőrképről szólnak, a szép finom színekről, pasztelekről, olykor-olykor beüt egy-egy neon is, de a főbb irányvonal azok a pasztelszínek lesznek, a finom kis virágszínek. Úgyhogy egy nagyon izgalmas kis tavasz elé nézünk. Az alapozó mindig nagyon vékony, könnyed, se nem matt, se túl fényes, kicsit így a kettő között, ez a semi-matt finish, úgy szoktuk nevezni. Szidninek ma 5 különböző sminket készítettem, a sminkeket a tavasz-nyári trendekből válogattam, illetve a Szidninek a kis személyiségéhez igazítottam. Lesz benne mindenféle pasztel virágszín, lesz benne kis csillám, lesznek natúra bárnyalatok, textúrák, úgyhogy egy nagyon változatos anyagot készítettünk. Húha, mi az, hogy soha nem próbálnék ki? Igazából egy fotózáson bármi belefér, akármilyen smink, én olyan végetek embere vagyok, felül aztán lehet egy nagyon vacs smink, lehet egy teljesen natúr, hogyha valami semmilyen, azt nem szeretem, hogyha valamilyen irányba már elmozdulunk, az nekem már tetszik, de igazából nem volt még olyan smink, amire azt mondtam volna, hogy ez nekem nem tetszik, kivétel, ha mondjuk nekem nem állt jól. Az idei szezonban inkább az egyediség a trendi, és amit mindenképpen érdemes mellőzni, az a nagyon súlyos vastag alapozás. Nem divat egyáltalán a matt arcbőr, az ilyen természetes, ez a sminkben úgy hívjuk, hogy second skin effect. Ez ami most nagyon menő, és ezt is alkalmaztuk most a Szidnire. És szerintem a sminkbakikból mindent elkövettem, amit el lehetett követni, de tényleg a sokkal barnább alapozó, mint a saját bőrszínem, a nagyon vékony szemöldök, a túl kontúrozott száj, a túl világos szemzug, azt hiszem ennyi. Sziasztok!